Javában dolgoznak Ibrányban a település nagy halásszal összekötő úton. Új körforgalmat alakítanak ki egy közlekedés fejlesztési projekt részeként. Ezzel egy balesetveszélyes csomópontot szüntetnek meg. A Tiszapart irányába haladó kerékpárút pedig a munkába járás teszi majd biztonságosabbá, ha elkészül. A Zöldváros program keretében más beruházások is terben vannak, mondta a település polgármestere 35 perc című műsorunkban. Belül a polgármesteri hivatallal szemben fogunk kialakítani egy non-profit közösségi szolgáltatóházat, amely civil szervezeteknek biztosít majd székhelyet, illetve tanácskozási szinteret. Szintén a Zöldváros keretén belül a polgármesteri és a járási hivatal közötti parkban található régi szabadtéri színpad területén egy extrém parkot alakítunk ki a fiataloknak, ahol gördeszkázni, görkörizni fognak tudni. A Városligetben is lesznek fejlesztések. A tó körüli sétányon rekordán futópályát alakítanak ki, emellett a játszótér is megújul. Új hidat is terveznek, és egy olyan részt a tavon, ahol a kajakkenu szakosztály tartana bemutató órákat, illetve mini sprint versenyeket is rendezhetnének, amelyek a toborzást is elősegítenék. A Városliget egyébként nyáron is több programnak ad helyet. Augusztusban kerül megrendezésre a harmadik alkalommal egy streetball fesztivál, ahol nagyon ügyes helyiek és környékbeliek fogják összemérni erejüket. A legközelebbi programunk június végén lesz egy kerékpárverseny, egy országos bajnoki futamot rendeznek Ibrányban, ahol a Magyarország legjobb kerékpárosai fognak versenyezni minden korcsoportban. Ez június 29-én és 30-án lesz, szombat délután és egész vasárnap, úgyhogy mindenkit várunk, nagyon magas színvonalú versenynek lehetnek szemtanúi a kilátogatók. Hozzáteszem gyorsan, hogy egy hónapra rá pedig egy nemzetközi kerékpárverseny befutója lesz Ibrányban a visegrádi négyek keretében belül. Lesz emellett Szent Iván éjszakai program, zenés gála műsor és kertvárosi napok is a településen. Azokat pedig, akik az ibrányi Tiszaparton hűsölnének a nyáron, mobilmosdók és zuhanyzási lehetőség várja majd. A konténereket a magas vízállás miatt csak később helyezik ki a strandra.